Igen, lesz egy ima Magyarországon, az március 27. Volt egy, ami forgott körbe. Március 27, és nagyon jó, hogy minél többen, ha nem is ugyanúgy, hanem más rendezvényeken, mert amiről beszéltünk, abból világos, hogy nem a fizikai egység a döntő, hanem a lelki. Ha itt, akkor ugyanúgy itt tetszenek imádkozni, akkor lélekben ugyanott vannak, és az összeadódik. Istennél nincs térés idő, az egyben van. És akkor szeretnénk megköszönni a ilyen tartalmas előadást, remélem mindenki gazdagodott belőle, és akkor még egyszer mondom, hogy akkor tehát hetente ezt minimum egyszer megismételjük, és továbbra is kérjük, hogy jöjjenek el, és amit még az elején azt elfelejtem mondani, mert néha úgy tűnik, hogy a háttérerők az nyilván az a nemzet felszámoló alkotmányozást próbálják úgymond kikényszeríteni, és nyilván valami erő van, hogy a nemzet megmentő alkotmányozás, most mi próbáljuk egyébként minden erőnkkel oda csatlakozna ahhoz a táborhoz, akik a nemzet megmentő, úgymond Magyarország és Európa felvirágoztatását segítő alkotmányozást segítsük, és nem mondom Magyarország meg Európa leigázását önnál asszisztáljunk. Egy mondatra szabad még. Ők pontosan tudják, hogyha föltámad egy ilyen, tehát a magyar visszatér a küldetéséhez, ami itt jelződik, és megteremti újra a Szent Korona államát, azaz mondjuk a szűzanyi államát, ami a Jézus Krisztusi államnak az előképe, mert ehhez kell majd csatlakozni, vagy ez a minta, ami ez a többinek össze kell állni. Hát itt a gonosz szempontjából egy iszonyatos tét van, úgyhogy ne csodálkozzunk, mert azért hogy neki van ám ereje, hogy ütöget bennünket rendesen. Na de hát ezt mondta a szűzőn, és hogy 1000 éves vértanúi sorsával fizetett. És ezt az ég mondja, nem én. Egy olasznak, akinek fogalma nincs, egyébként én beszéltem a Gogyival, ültem mellette, pont a debreceni üzenet előtti napomban, az inkább a Pestes vacsorán. Hát egy nagyon kedélyes, jópofa, de egyáltalán nem nagy elmélyű ember. Ő maga is mondta magáról, hogy azt mondja, én vagyok a világ legbutább embere, de ez azért kell, hogy ami üzenetet kapok, akkor elhiggyék, hogy ott küldik, mert én ilyet kitalálni nem tudok, én ahhoz túl buta vagyok. És tényleg így van. Alázatos ember egyébként, és az döntő. Tehát ott jelzi, de hát most sorolhatnánk, a pió is orosz, nem magyar, nem mint fényez. Ugye a Siegfried atya osztrák, a Wilhelm atya, akit a szeretett lángot vitte féli, meddig diadara bajor. A Májki atya az ír volt, aki itt volt. Jó, hát magyarok is vannak. Jó, de én most nem erről van szó. Ezzel azt akarom mondani, hogy a külföld érzi és tudja. Erről beszél. Ez szerintem ez, amit most kiküldtek papírt, amit majd vissza kell úgy küldeni, ez is egy hitvallás. Hogyha rájöjjük azt, hogy a történelmi alkotmányok. Annyi lett az állomás. Miért kell föltenni, hogy hány százalék lehessen? Ez vicc. Megalkulás tők és körökkel, mert ha mi ezt veszünk, hogy helyreállítunk, akkor megszűnt a magyar államadóság. Nincs. Ez a bakkárköröknek egy nagy szívbemarkoló dolog lenne. Tehát azért mondom, mert megint erről most nem is beszéltem, de lesz egy olyan biztos, aki majd a gazdasági oldalról még miért nem belemegy. Erről 18-szorosan visszafizetik az államadóságot, és még mindig. Hát ez kifizethetetlen. Persze. A helyzet az, hogy az egész úgy, ahogy van, egy más kérdés felé vezet, el lehet őszintén mondani, a keresztény nagy teológusok szerint a kamat Isten ellenes bűn. Mellesleg a mohamedánok ezt ma is tartják egymás között, és a zsidók is egymás